A társulás még igen friss, gyermekcipőben jár, legalábbis ebben a formájában. Tagjai ugyanis régóta ismerik egymást, ahogy a nevük mutatja, valóban barátok. Ez a Mozaik Alkotó Baráti Társaság, ez most alakult. Valójában volt korábban itt egy alkotóközösség Tolna és Tolnamezsen, de aztán valamilyen oknál fogva fölbomlott, és hát körülbelül egy éve egy kisebb közösség azon gondolkodott, hogy újjá kellene magunkat szervezni, és már nem azon az alapon, ahol korábban, ahogy működött, hanem egy teljesen új, tényleg ismerősök, barátok, és olyan alkotók, akik hát megtalálták azt a közös hangot, és mégis különbözőek. Ezért vagyunk mi Mozaik alkotói közösség, mert olyanok vagyunk, mint a mozaik. Ahány paletta, annyi eltérés van az alkotói munkában, a színekben, a stílusokban és a technikákban egyaránt. Mint azt elmondták, a most kiállított képek is rendkívül sokszínűek, változatosak, a festési technikák széles skálájának nyomait hordozzák magukon, az impresszionista jellegű tájképektől a realisztikus portrékig. Hát mi, mondhatom nyugodt szívvel azt, hogy teljesen amatőrök vagyunk, a maga tiszta amatőrségével együtt, tehát ezt szeretném kihangsúlyozni. Mi nem tanult festők, nem tanult rajzolók vagyunk. Nekünk volt szerintem gyerekkorunkban is egy adottságunk, egyfajta tehetségünk. Aztán ki mikor kezdte? Hát többnyire mindig már úgy tudok erre visszatekinteni, az Eszterkét kivétel, aki ugye aktív dolgozó, jobbára nyugdíjasok vagyunk, de ki korábban, ki később kezdte. Én a nyugdíjba vonulásommal kezdtem ezt művelni, és elővettem azt a tudást, amit általános iskolában egyébként megvolt, meg hát a legjobb rajzosok között voltam. Nyugdíj után valamivel kell kezdeni. És ez jellemzi a többieket is, hogy mi nem azok a típusú emberek vagyunk, akik leülünk, és utána busulunk, és várjuk a következő napot és a nyugdíjat, hanem mi mindig azt a kellő pillanatot várjuk, amikor most kellene valamit csinálni, és egy témát keresünk, és azt megrajzoljuk, megfestjük. Hát ami nem könnyű munka, pont azért, mert mi nem tanult rajzolók, festők vagyunk, alkotók, hanem amatőrök. Céljuk nem a művészvilág megváltoztatása, sokkal inkább valamiféle önkifejezés, legtöbbjük éppen arra példa, hogy nyugdíj után is van élet. A társulat jelenleg 6 állandó tagot számlál, ők mind képzőművészek, de 4 tiszteletbeli taggal is rendelkeznek, ők a művész széna másik oldalát képviselik. Egy képzőművészről beszélgetett egy riporter, és őt megkérdezte konkrétan, hogy ő mint tanult alkotóművész és neves művész, mit szól a naív festőkhöz, rajzolókhoz, meg az amatőr művészekhez. És azt mondta, hogy ez egy csodálatos dolog, ez olyan, mint a mezővirágai. Tehát ő nélkülük nem lenne kerek a művészvilág, és részei és fontos részei az alkotóművészeknek, művészetnek. A mostani kezdeményezés nem új keletű, hiszen korábban is létezett már Tolnamezsön, igaz, más formában, de azért az ismerettség már régebbre nyúlik vissza, ugyanis Básné Székely Sára az egykori Szekszárdi Székely Galériában már találkozott meg annyi tehetséggel. És mivel ide költöztem, úgy gondoltam, hogy ismételtem, fölelevenítem azt az időszakot, amit 2011-ben kezdtünk itt mi, akkor még egyesületként tagok. Ide jártunk egy közösségbe alkotni, festeni, akkor még a Tóth Györgyi volt az egyesületnek a vezetője, és Mözsi Szabó István volt a mesterünk, illetve Cseh Gábor, illetve Tolna megye úgymond nagymesterei, mert ebben benn volt a Kovács Ferenctől kezdve nagyon sok nagy művész is. És hát 2022-ben, mikor a járvány, vagy 21 végén a járvány bekövetkezett, akkor az én galériámat be kellett zárni, de úgy gondoltam, hogy azok a régi alkotók, akik itt élnek Tolnán és Mözsön, azoknak ma is szükségük lenne egy önképzésre, vagy arra, hogy összejöjjünk, és egymás lelkét építsük a
festészet tükrébe, vagy a képzőművészet tükrébe. Hát így történt ez a tavaly esztendő augusztusában, amikor összehívtam én pár régi alkotót, és akkor kezdődött a mi életünk újra itt. Havonta két alkalommal ülnek össze, ekkor átbeszélik tapasztalataikat, élményeiket, és megosztják egymással terveiket, véleményüket. Részben megirigyeltem a festőket, mert akiknek én szerveztem, azok csodálatos alkotók voltak, és ügyesek voltak, és gyönyörű alkotásokat tettek az én galériámba fel, és megirigyeltem őket. És akkor még Szekszárdon a vendéglátóiskolától, az EU-ig, a Szent Lászlótól, minden iskolában volt a Bezerédiig kiállítás. Tehát így fogtuk össze az amatőröket, mert az amatőrök az én időmben, tehát 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt nem mehettek be a művészetek házába kiállítani, meg nem mehettek a művelődési házba se kiállítani. Ilyen olyan amatőrök, akik ma bemennek. Szabad nekik bemenni és megmutatni az alkotásaikat. Ilyen nem volt. Bizonyos, hogy a továbbiakban is hallunk még róluk, hiszen a terem olyannyira megtelt már legelső tárlatukra is, hogy többen be sem fértek. Én nekem a különleges, egyedi festészetem az inkább az öntött pöringekre érvényes, mert igazából én itt Magyarországon azon kevesek közé tartoztam 5-6 évvel ezelőtt, aki bemutatta az öntött képeket, mert ez tulajdonképpen egy pohárba önt, a színek pohárba öntésének és a játék a vásznon vagy a lemezen is, ez egy baromi élvezetes dolog, és ez az, ami legeslegközelebb áll az én szívemhez. Ugyanezt ritkán csinálom, mert kevés embert érint meg, mert ehhez mindegyikhöz kell fantázia, hogy elképzelje, hogy mi is az az alkotás. Ez ugyanúgy van, mint az absztrakt képek általában. A mozaik összeáll tehát, az eredmény pedig önmagáért beszél.